you <music> Balázs fekete mécsesek október első hetére már elviselhetetlenné vált, hogy minden nap látom őt, akár az egyetemen, akár a postán, akár a bevásárló központban. Néha szemtanúja voltam annak is, hogy az új fiúval ölelkezik. Láttam kezeket, amelyek ott kalandoztak, ahol egy hónappal korábban még én. Láttam csókot, amely nekem járt volna, és láttam boldogságot, amelyet tőlem ragadtak el. Ezért mentem el Nikolethez. Kövér, egyetemista korulány volt, diszkrét piercinggel az orrában, feketes minkét fehér bőre tette élessé és elegánsá, sötét gótruhái egykedvűen lógtak a bakancsára. Amikor benyitottam olcsó albérleti szobájába, a számítógépe mögött ült és cigarettázott. Nem volt ez a szak kellemetlen. Fűszeres és bódulatot ébresztő édeskés illatok kavarogtak a füstel együtt. Mintha egy boszorkányhoz jöttem volna, aki attól kezdve, hogy beléptem az ajtón, bűvölt és manipulált. Tudom, miért vagy itt, mondta és elnyomta a cigarettát. Anita miatt, ugye? Nem néztem a szemébe. Körültekintettem a szobában. A polcok tömve voltak botanikai és anatómiai könyvekkel, a plafonról különféle szárított levelek fügtek és forogtak körbe-körbe igen lassan. Azt gondolom, tudod, hogy nem vagyok képes visszaadni neked, folytatta Nikolett. Nem kibaszott bájitalokat főzök, ha esetleg megfordult volna a fejedben. Amit kérsz, az végleges. Lesütöttem a szemem, és csak ennyit mondtam. Tudom. Két nap múlva újra felveszem veled a kapcsolatot, addigra vége lesz. A zsebembe nyúltam. A szám teljesen elzsibbadt. A gyomromban, mintha egész mélytengeri kolóniák háborúztak volna. Megmérgezni a volt barátnőmet. Hogy juthatott ez az eszembe? Hogyan született meg bennem a gondolat, az elhatározás, az undog döntés? Mikor győzték le érzelmeim, a lelkiismeretem korlátait? A francba motyogtam. Nikolett hátradőlt és sóhajtott. Figyelj, ha meggondoltad magad, legalább annyi méltóság legyen benned, hogy nem rabolod az időmet. Más dolgom is van. Próbáltam kikapcsolni magamat, akár egy folyton recsegő tévét. Aztán ujjaimmal megragadtam a pénzt a zsebemben, és az asztalra dobtam. Nikolett éppen csak ránézett, majd elrakta a fiókjába. Látom, készültél, nem számolom meg, gondolom nem kell. Megráztam a fejem. Csak egyszer próbálná valaki átvágni Nikit. Másnap különös ízt érezne a reggeli teájában. Fogalmam sincs, hogyan juttatta el a mérget a célpontokhoz. Nyilván megvoltak a maga sikamlós, fürge emberei a feladatra. A jó életbe. Nikolett intett, hogy leléphetek, és így is tettem. Lassan szédültem, ballaktam le a lépcsőházban. Másnap úgy döntöttem, hogy elutazok. Korán reggel ott tébláboltam a buszállomáson, mintha én is csak egy amolyan kéregető lennék, aki a buszról leszálló embereket zaklatja egy cigarettáért, vagy a pontos időért. Végül felszálltam egy kényelmes távolsági buszra, és egy Balaton melletti városkában szálltam le. Érdekesnek találtam, hogy ősszel nincs arra felé eleven forgalom, de még így is nyitva tartottak olyan üzletek, amelyeknek semmi értelmük, azon kívül persze, hogy mindenféle felesleges szuveníreket adjanak el az embereknek. Ahogy az utcákon sétáltam és néztem az emberek arcát, mindegyik furcsán ismerősnek tűnt. Talán, mert bármelyik ismerhette Anitát, aki mindig sok emberrel dolgozott együtt, hol pénztárosként, hol könyvtárosként, hol tanársegédként. Kár azért a csodás mosolyért. A kedves szavakért amelyeket az emberekhez intézett. Az intelligenciájáért és a lenyűgöző műveltségért. Végül cigarettát vettem magamnak. Soha azelőtt nem dohányoztam. Először kaparta a torkomat, fulladtam tőle, mindenemet szúrta oda bent a füst, ahová beférkőzött. Teltek a percek, és a harmadik száll cigarettát már úgy szívtam, mintha az életem nélkülözhetetlen része lenne. Céltalanul bolyongtam, majd leültem egy padra és néztem az embereket. Vártam, hogy vége legyen a napnak. Nem vettem észre, mikor ült mellém az a lány. Arra eszméltem, hogy engem szólongat, tüzet kért. Rápillantottam. Tizenhat körüli miniszoknyás kislány, aki a jelek szerint felnőttnek akart látszani. Na, mi az már? kérdezte. Láttam, hogy cigizel, ne legyél ilyen! Jól vanna. Ahogy közelebb hajolt az öngyújtó lángjához, megéreztem a parfümje illatát. Nem vagy te túl fiatal ehhez? kérdeztem. Mert te mennyi vagy húsz? felvontam a szemöldökömet. Huszonnégy, feleltem. Nem nézek ki annyinak. A lány elmosolyodott, a kezét nyújtotta. Viki vagyok. Bemutatkoztam neki, aztán én is rágyújtottam. Egy-két másodpercig csak ültünk egymás mellett csendben. Úgy éreztem, hogy kiszakadtam a saját történetemből, ott fújtam a füstöt a világomon kívül. Nem voltak gondjaim, minden zaj elhallgatott. Van pasim, jegyezte meg a lány. Keresztbe tette a lábait, és rám nézett. Gondoltam, szólok. Nem érdekel, mondtam. Mi bajod van neked? Azt hiszem, nem vagyok valami jó ember. Ezen egy pillanatra eltöprengtem. Nem tudom megmondani, mi lehet a baj velem, de mással nem tudok együtt érezni a magam gondjaival viszont bárkit képes lennék terhelni. Elfelejtek időpontokat, amelyek másoknak fontosak, ilyesmi. Azt hiszem, ezért lett vége. Nem bírta már, pedig igazán szerettem. Elhallgattam. Rádöbbentem, hogy semmi értelme nincs magamról beszélni. Semmit sem ért belőle. Oda pillantottam. Mégis figyelt rám. Tekintetében valamiféle megértést véltem felfedezni, de lehet, hogy csak azért, mert annyira felnőttesnek akart tűnni. Persze, mennyi is vagyok én! Belenyúlt a retiküljébe, egy tollat és egy fecnit vett elő, miközben cigarettáját kecsesen egyensúlyozta két ujja között. Ráfirkantott egy címet, és átnyújtotta.-Ide menj el, minél előbb! rám kacsintott. Nekem segített. Átvettem tőle, és hosszan néztem. Mi a franc ez? Nem válaszolt. Csak felállt, elpöckölte a cigarettáját, aztán egész egyszerűen ott hagyott. Viki úgy tűnt el az életemből, mintha soha nem is találkoztam volna vele. Rápillantottam a papír darabra. Felismertem az utca nevet, amit leírt. Idefelé az egyik kereszteződésben láttam. Mivel jobb dolgam nem akadt, én is elnyomtam a cigarettámat, és elindultam a titokzatos célom felé. A házak lassan csúsztak el mellettem, ahogy gyalogoltam, és a lépteim, ha ugyan van bennem annyi méltóság, hogy mozgásomat ne vonaglásnak hívjam, súlyosak voltak, egyre nehezebbek. A leírt címen egy hosszú épület gicses üzletei közé ékelt, fekete ajtót találtam, amelyet takaros, vékonyka fehér kereszt díszített se ablaka, se cégére. Semmi más, csak az a kereszt. Ellenőriztem újra a címet. Leszólítottam két embert, mondták, hogy jó helyen járok. Ez a fekete mécsesek. Mindkétszer jó magasan felvontam a szemöldökömet, de azért szembenéztem az ajtóval. Ha az a Viki nevű lány egy kegytárgyboltba küldött el, annál szürreálisabb dolgot nehezen tudtam volna elképzelni, Leszámítva, hogy egy nappal korábban megbízást adtam le a volt barátnőm megmérgezésére, de erre egyelőre gondolni sem bírtam. Hosszú másodpercekig csak álltam az ajtó előtt. Töprengtem, hogy bezörgessek-e, vagy csak benyissak. Végül az utóbbi mellett döntöttem. Az ajtó nyikorgott, odabent pedig hideg volt, és sötét. Fekete mécsesek égtek az apró teremben, és a pergővakolatú, piszkos-fehér falról ezúttal egy irgalmatlan, nagy és vastag, fekete kereszt nézett velem szembe. Az ajtó, mintha magától csukódott volna bemögöttem, és erre nyugtalanság lett túl rá rajtam. Mi lehet ez a hely? Nem sokáig nézelődhettem, mert egy rendkívül vékony, idős hölgy lépett mellém. Szemüvege fölött rám pillantott, tekintetében egyszerre fedeztem fel kíváncsiságot és meglepettséget, mintha soha nem látott volna ezelőtt emberi lényt. Segíthetek valamiben? kérdezte. Nem is tudom, motyogtam. Erre nem reagált, továbbra is csak ott állt, ókonzervatív konzervatív fekete ruhájában, szemöldökét felvonta, száját pedig összeszorította. Hát, egy lány mondta, hogy jöjjek el ide, de nem magyarázta meg miért. Tulajdonképpen miféle volt ez? Még egyszer körülnéztem, de csak oldalt két-két ajtót láttam. Az egyik résnyire nyitva állt, feltételezem onnan csusszant ki észrevétlenül ez a kísérteti esnő. A másik ajtó korom fekete volt. Ezen kívül semmi mást nem tudtam felfedezni. Ez nem volt, mondta a hölgy. Fáradjon be a másik ajtón, ha valóban komolyan gondolja. Visszakérdeztem volna, hogy miről is beszél, de ahogy rám szegezte tekintetét, tudtam, hogy okosabb, ha nem kérdezek túl sokat, csak válaszolok. Vagy elhagyom a helyet, vagy belépek a fekete ajtón. Töprengtem. Az életem ebben a pillanatában nem úgy festett, mintha bármit is számítana. Félnivalóm nem maradt már. Úgy döntöttem, belépek. Az ajtó végzetesnek tűnő hanggal csukódott be mögöttem, ezzel együtt maradtam a tökéletes sötétségben. Csak az illatokat éreztem fűszerek illatát. Felnyúltam a legfelső polcra, és borsot vettem le, Anita pedig hagymát aprított az asztalnál. Megfordultam, láttam, hogy könnyezik, annak ellenére, hogy szemüveget viselt. Nem akarod, hogy én csináljam? Kérdeztem. A magnóból a kedvenc együttese szólt, amelyet leginkább akkor hallgatott, amikor nehéz napja volt. A fazékban forni kezdett a víz. Anita lecsapta a kést. Megint kezded? Mit kezdek? Ha nem tetszik, ahogyan főzök, nem kell megenni. Kinyitottam a számot, de a meglepetéstől nem tudtam semmi értelmeset mondani, ezért inkább csak becsuktam. Anita megrázta a fejét, és folytatta az aprítást. Egy ideig még csak álltam ott borsal a kezemben, és csak bámultam rá szótlanul. Végül a megfelelő hatásszünet után válaszoltam. Nem azért mondtam. Gondoltam, együtt főzünk, akkor segíthetek is. Mindegy, mondta. Felállt, elhagyta a konyhát. Hosszan sóhajtottam. Lejebb vettem a lángot a víz alatt, a borsot pedig visszaraktam az amatoxin és a striknin közé. A barátnőm után eredtem. A hálószoba azonban üresen állt. Nem voltak többé közös bútoraink. Nem voltak meg a képek, a könyvek. Nem volt meg a szőnyeg, sem a függöny, sem az ablak. Ahogy megfordultam... Nem volt meg a kiárat sem. Egyre sötétebb lett minden. Végül nem láttam semmit. Csak megéreztem a mézes mandulás tusfürdő illatát. Arra ébredtem, hogy odabújik hozzám. Elaludhattam, amíg zuhanyzott. Tudod, nem azért szépítkeztem ennyit, hogy aztán csak aludjunk mondta, és apró csókokkal látta el a nyakamat. Ne aggódj. Fejjebb húztam magam, és átöleltem. Készen állok a legmerészebb kalandokra is. Kidugta a nyelvét, elmosolyodott, majd beleharapott az alsó ajkamba. A kezemet a köntöse alá csúsztattam. Anitával valóban a legmerészebb kalandokat éltük át. Végül kifulladva feküdtünk egymás mellett. Az órára pillantottam. Éjfél volt. Na szép, mondta erre széles mosolyjal. Holnap hatkor kell, nem kell. Megértenem. Közelebb hajolt, adott egy puszit. Szeretlek, suttogta. De most aludnék. Olvasol még? Nem hiszem. Annak ellenére, amit mondott, még percekig beszélgettünk egymásról, a jövőnkről, aztán azt vettem észre, hogy már csak annyit válaszol, hogy ühüm, végül már annyit sem. Békésen aludt. Észrevettem, hogy velem szemben a falra egy óriási fekete keresztet festettek. Lassan körbehordoztam a tekintetem a szobában, és láttam, hogy nem csak a többi falon, hanem a plafonon is körvonalazódik a végzetes szimbólum. Ott feküdtem egyedül abban a bútortalan szobában. Aztán a falak leszakadtak a szobáról, elszálltak az űr végtelenjébe, és csak a sötétség maradt. A meggyújtott gyufa foszforos szaga lopakodott ebbe a feketeségbe. A vörös és fehér mécsesek csendben sorakoztak a síron. Anita sminkje komornak tűnt, ami azért volt meglepő, mert soha azelőtt nem sminkelt. Valami baj van. Valami megváltozott. A temető, tudod, az a hely, ahol a dolgok igazán véget érnek. A baj korábban történik meg, de végül itt döbbensz rá arra, hogy valakitől el kell búcsúznod csak néztem rá szótlanul. A hideg novemberi szél játszott a hajával. Ez most a búcsú ideje, mondta. Nem értem. Szakítani szeretnék. Újra csend férkőzött közénk. A szél feltámadt, eloltott egy-két lángot. Néhány mécses most sötétvörösnek és szürkésnek tűnt. A világon mindenhol kikoptak a színek. Van valaki más? kérdeztem. Rövid szünet után válaszolt. Nincs. Rendben, mondtam. Legyen vége. halványan elmosolyodott. Azt hittem tiltakozni fogsz. Biztos vagy benne? Igen feleltem. Nincs értelme. Megakadtam. Az égboltot bámultam. Egyre sötétebb lett. A temetőben megnyúltak az árnyok, szimmetrikus alakzatokba rendeződtek. Megint megtörténik. Motyogtam. Mi a baj? kérdezte Anita. Rá akartam pillantani, de már nem volt ott. A sírok eltűntek, csak egy maradt. Fekete mécsesek égtek rajta. Tudom, hol vagyok? kiáltottam. Elég volt! a sírkőre pillantottam. Anita nevét vésték bele. Megpróbáltam összeszedni minden erőmet de a pánik elemi erővel robbant ki belőlem. Üvöltöztem, ahogy a torkomon kifért. Nem. Én szerettem ezt a lányt. Nem halhat meg. Nem halhat meg. Engedjenek ki innen. Engedjenek ki. Az égbolton repedések futottak végig. Az egész kezdett összeomlani. A mécsesek kihúnytak. Maga alá temetett a feketeség. Éreztem leírhatatlan súlyát. Végül csak haldokló szavakat hallottam, ahogy szólongattak, ahogy megpróbálnak visszahívni a valóságba, mielőtt elragadna a végső elképzelhetetlen sötétség. Keljen már felonnan az ég szerelmére, ideje elmenni, ideje eltűnnie. Lassan körvonalazódni kezdett újra a fekete szoba és a hölgy alakja. Szigorú tekintettel figyelte, ahogy lassan feltápászkodok, szédülten és életem legmélyebb rémületével hátrálni kezdek tőle. El kell mennie, mondta a nő, ebből elég. A gyomrom kavargott, a fejem fájt, de annyit sikerült felfognom, hogy nagyon is igaza van. Ebből elég? Nem kérdeztem, nem szólaltam semmit. Botladozva rohantam a kiárat felé. Különös kábulatból próbáltam kiszakadni, amely még mindig úgy telepedett rám, mint valami óriási pók az áldozatára. Emlékek és érzések megmagyarázhatatlan sokasága kavargott körülöttem. És ahogy kizuhantam a járókelők közé az utcára, alig tudtam megkülönböztetni a valóságot, ezektől a szorongató benyomásoktól. Arra eszméltem, hogy valaki felsegít, és kérdezgeti, hogy jól vagyok-e. Mi folyik itt? motyogtam. Hívjak mentőt? Megpróbáltam egyenesen állni, és a segítőm szemébe néztem. 40-es fickó volt baseball sapkában, legalább egy hetes borostával, alkoholszagú lehelete majd, hogy nem kiózanított. Nem, nem kell mentőt hívni, jól vagyok. Oldalra pillantottam, de a fekete mécsesek ajtaja már sehol nem volt. Csak az üzletek sorakoztak egymás mellett. Mi? Kiszakítottam magam a férfi kezei közül. Ez meg hogy lehet? Amennyire meg tudtam állapítani, még mindig azon a helyen ácsorogtam, ahova a Viki nevű lány küldött. Kutattam a zsebeimben, de nem találtam a címet, amelyet felírt nekem. Hol van? kiáltottam fel. Mi történt? Fiatal ember, szólalt meg mögöttem a férfi. Az előbb itt volt még egy. Fiatal ember! a fickó megragadta a karomat. Megfordultam, a szemébe néztem. Tekintete nem árult el érzelmeket. Hagyja. Felejts el az egészet, hallgasson rám, jobban jár. Nyugodt, szinte kijelentő mondatokban átadott figyelmeztetéseit értetlenül hallgattam végig, és teljes kétségbeeséssel figyeltem, ahogy sarkon fordul, és ott hagy engem. Az emberek ügyet sem vetettek rám, Hosszú percekig nem tudtam megmozdulni. Röviden össze kellett foglalnom magamban az eddig történteket, hogy vissza tudjak zökkenni egy olyan állapotba, amikor tisztán tudok gondolkodni. Az órámra pillantottam, és úgy döntöttem, visszaindulok a buszállomásra. Hamarosan haza kell térnem. A döntéseim következményeiről töprengtem közben. Újra és újra elővettem a telefonomat akárhogy is gyávának kellett tekintenem magam azért is, amit tettem, és azért is, amit azelőtt tettem, hogy felszálltam volna a buszra. Felhívtam Nikolettet. Jókor szólsz, baszod, szólt a telefonba ingerülten. Nem mondhatod már vissza, cucc, kint van, akármelyik pillanatban vége lehet. Te, csesztöd nem én? Hova tették a mérget? Kérdeztem, talán még nem késő? Ne szórakozz velem! Kezdetnek, hogy megértsd, nem fogok magam mellé játszani. Akkor sárulnám el, ha tudnám, hova rakta ki az emberem. És eszedben ne jusson bármit is megpróbálni tudod te miért? A beszélgetés talán több kárt okozott, mint amennyi haszna volt. Remegő kezekkel tettem vissza a zsebembe a mobilomat, és azt vettem észre, hogy könnyek folynak végig az arcomon a gyomrom görcsbe rándult. Az utazás hazafelé hosszabbnak tűnt, mint az odafelé vezető út, pedig rövid időre kétszer is elnyomott az álom. Mindkétszer kínzó, liderces képek fogságából ébredtem, az álom és az ébrenlét határán éledő halucinációk újra és újra égő gyertyák kertjéből emelkedő holt keresztfák emlékeit hozták. Az élmény valószerűtlenségét nem ellensúlyozta a valóságom sem, amelyben mindent tönkretettem, és amely még kevésbé tűnt igazinak, mint a zavaros események a fekete mécsesek ajtaja mögött. Odakint közben besötétedett, erdőségek irdatlan fekete sziluettjei húztak el mellettem csendben. Hamarosan hazaérek, gondoltam, és elképzelésem sincs, hogyan hozzak helyre mindent. A lépcsőház falait az évek során telefirkálták kreatív és obszcén figurákkal, de csak most tűnt fel, hogy itt-ott egy-két fekete kereszt is megbújik a hiányzó vakolat és a rosda színű mocsok között. De nem álltam lenézelődni, rohantam, ahogy csak bírtam. Az ajtót kopogtatás nélkül lökhettem be, mert Nikolát nyitva hagyta, de azonnal megtorpantam. Nem volt egyedül. Egy hosszúhajú, hajú, öltönyös fiatalember állt vele szemben. Úgy tűnt, egy veszekedést sikerült megszakítanom. A bajós figura azonnal kést rántott, de testtartása nem változott, csak felé mutatott. Csukd be az ajtót! Nem mész sehova. A meglepetéstől szólni sem bírtam, és úgy gondoltam, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek. Menekülni nem tudtam, Túl kimerült voltam a rohanástól. Zárdist be, azt meg ide! A kezét nyújtotta a kulcsért. Átadtam neki, és kérdőn Nikoletre pillantottam. Marha, nagy szerencséd van! szólalt meg. Ez a nyomorult elbaszta! Nem értettem. Hadd mutassam be Imrét! mutatott a fiatalember felé, aki éppen a kését rakta el. Azt, aki igen elkúrta a feladatot, amivel te bíztad meg. Ő a megbízó. Biccentett felém, majd ledobta a kulcsot Nikolett asztalára. Örvendek. Mi folyik itt? Kérdeztem. Hogy érted, hogy elbaszta? Hanita még él, mondta Nikolett. A fejemet ráztam. Hívtam, nem veszi fel, nincs otthon sem. Jól mondod? Mondta Imre. Nincs a városban. Neked most kurvára be kéne fognod a szádat? Mondta Nikolett. Amíg nem szólok, hogy kinyithatod, igen, ez a lényeg. Anita nincs a városban. Visszavonom az egészet, fakadtam ki. Ha időt nyertünk, csináljátok vissza. Nem vonhatod vissza. Fizetek. Még egyszer annyit. Nincs annyid. Nincs, mondtam. De megszerzem, akármit megteszek. Nikolett hol rám, hol Imrére pillantott. Na jó, a legegyszerűbb, ha mind lehiggadunk. Találhatunk valami megoldást. Hol a méreg? kérdeztem. Imre Nikolátra nézett, ő biccentett. A margarinban mondta a fiatalember. Átlátszatlan, ízetlen. A margarin jó, folyadékban feltűnhet. Nyugodj meg. Nehezen tudtam gondolkodni. Azonnal le akartam lépni, de nem mertem felkapni a kulcsot az asztalról. Veszélyes emberek között voltam. Üljetek le, megbeszéljük. Imrével leültünk az asztalhoz, amíg Nikolett benézett a saját hűtőjébe. Elfogyott a borom, üdítő sincs. Hagyjad, mondtam. Maradt még pár tejszelet. Becsukta a hűtőajtót, mindkettőnknek odaadott egyet, az utolsót magánál tartotta. A végén még megromlik itt nekem. A héten jár le. Le kéne szoknom róla. Döbbenten hallgattam, hogy tudja ilyen fecsegősre venni a beszédet, amikor emberi életek forognak kockán. Imre sem zavartatta magát, jókedvűen beleharapott a saját szeletébe. Azt tudjuk, hogy egy ilyen akció mindig kockázatos, és ha még vissza is akarjuk csinálni időben, az dupla kockázat, magyarázta Nikolett, miközben a csomagolással birkózott. A legegyszerűbb nyilván az lenne, ha megvárnánk, mi történik, de hallgatom a javaslataidat. Miért nekem kéne javaslatokat tennem? Kérdeztem, te vagy a szakértő. Az éjség már egy ideje kínzott, és a cigaretták se segítettek, így örömmel haraptam bele a tejszeletbe. Ebben igazad van, én vagyok a szakértő mondta Nikolett. Végre leesett. Imrére pillantottam, majd a padlóra köptem. <tökszön> Megmondták. Akármivel kínálsz. Akármivel kínálsz. Imre elkerekedett szemmel nézett rám, és szinte azonnal újra előkerült a kése. De ekkor már késő volt. Keze elernyett, teste visszahanyatlott a székére. A fegyverét elejtette. Alig vergődött utána egy kicsit. Nem tétováztam sokáig, felkaptam a kést. Nikolett az íróasztalához sietett, útközben majdnem felbotlott egy székben. Irgalmatlan erővel tépte ki a fiókot. A másodperc tört része alatt kellett döntenem. Abban a pillanatban, hogy kirántotta a pisztolyt a fiókból, elhajítottam a kést. Máig nem tudom megmagyarázni, hogy a szerencsének vagy az adrenalinnak köszönhetem azt az erőt és pontosságot, amelyen Nikolettet eltaláltam. De hatékonyabb dobásom nem is lehetett volna. A penge a torkába fúródott, ő pedig úgy zuhant el, hogy esélyesen volt meghúzni a ravaszt. Ha eddig nem lett volna világos, most végleg megérkezett bennem a felismerés, hogy gyilkos vagyok. Olyas valaki, aki életet veszel. Reményeket terveket tör össze. De nem Nikolett miatt aggódtam, holott őt is régebről ismertem. Folyamatosan Anita járt a fejemben. Röviden átgondoltam magamban, mit is tehetnék: kihúzni a kést Nikolát nyakából, letörölni az új lenyomataimat, a fegyvert Imre kezébe tenni. Imrét persze közelebb húzni. Mindent összevetve sok ostobaságot cselekedtem. Nem vagyok valami okos fickó. Miután megtettem mindent, amit elterveztem, a tejszelet maradványait otthagytam, és nem kutattam át a két halottat bizonyítékokért, fejegyzésekért, amelyek rólam vagy anitáról szólhatnak. Fogalmam sem volt, mit tettem helyesen, mit tettem rosszul. Tíz percet tevékenykedtem, hogy nagyjából úgy fessen a jelenet, mintha egymást tölték volna meg, aztán leléptem. A kulcsot magammal vittem. A városi éjszakában gyalog indultam haza, zsebretett kézzel, reszketve. Nem mertem rágyújtani sem. Elegem volt ebből a napból. Noha, még korán sem volt vége. Úgy döntöttem, összeszedem magam otthon, és megpróbálok betörni Anitához, hogy ellopjam a margarint. Mielőtt még. Ez a gondolat nem sokkal a lakásom előtt takadt meg bennem, és ekkor veszítettem el minden erőmet. Ha nem lett volna eddig bonyolult az egész, ez a gondolat tovább mélyítette a problémát. Anita nem is szereti a margarint. Gondoltam, ami azt illeti, ki nem állhatja? A fiút Zoltánnak hívták. Anita két nappal azután jött össze vele, hogy szakítottunk. Csak így. A Nikolett lakásában történtek utáni napon találták meg az ágyában, holtan. Az ágy mellett a padlón egy félig megevett szendvicset, egy nyitott doboz margarint, egy törött és különféle zöldségeket találtak, mindegyikben egy kolóniára való hangyával. Erről egy ismerősömtől hallottam. Ami a Nikolett ügyet illeti, újabb nap telt el, hogy leadják az újságban rövid cikk volt, valamiféle bűnszervezetről írtak benne. Nikolett és Zoltán temetése egy azon napon volt. Egyikre sem mentem el. Később meglátogattam a méregkeverő lány sírját, és fekete mécseseket gyújtottam az emlékére. Piszok nehéz volt megszerezni őket. Ahogy a sírjánál gubbasztottam, alig tudtam megszólalni. Végül mégis sikerült. Már az előtről ismertelek, hogy megtudtam volna, mivel foglalkozol, mondtam. Leginkább azért sajnálom ezt az egészet. A hideg őszi szél válaszolt csak, a nap halványan derengett csak az égen. Nem volt borult az idő, nem festette meg a hangulatomat. Még erre sem volt képes. De, mindketten tudjuk, hogy pénzért vettél el életeket. Folytattam. És ezért könnyebb most nekem. Vagy te, vagy én. Tiszta játszma volt. Ami viszont Anitát illeti, a francban, Niki, hiszen ismerősök vagyunk. Lebeszélhettél volna erről az egészről. Letöröltem egy könnyet az arcomról. A hangom remegett, mégis tovább beszéltem rendben, az én hibám. Szerinted valóság volt, ami abban a kis városban történt velem, mármint a fenébe is. Miért vele akartam megbeszélni? Miért a holtakkal? Miért a temetővel? Hagyjuk, minden megváltozott. Szarul érzem magam, hallod? Ugyan már, fiú szólalt meg valaki mellettem. Ne csináld ezt. Oda pillantottam, egy idős úr volt. Nem ismertem. Hogy érti? Ne pazarold az idődet azokra, akik már tovább léptek, mondta. Inkább keresd meg azokat, akik megmaradtak, és tedd jobbá az életüket. A homlokát ráncolta, eltöprengett a saját szavain. Majd lassan bólogatott és arrébb sétált. Általában gyűlölöm az öregek üres bölcselkedéseit, de ő most kivételesen rátapintott a lényegre. Néhány héttel később találkoztam Anitával, az egyetemi klubban beszélgettünk egy kávé mellett. Nehéz erről beszélni, mondta. Szívroham, vagyis valamilyen latin szót mondtak erre, valamilyen infarktus. Valószínűleg, mert sportolt, vagy nem is tudom. Látszott rajta, hogy kikészítette ez az egész. Nem szóltam semmit. Nem akartam kérdésekkel zaklatni, és nem akartam azt sem, hogy valami üres megjegyzéssel tovább csak a dolgon. Megrémít a dolog, hogy ilyen fiatalon halnak meg az emberek. Folytatta aztán. Ott volt az a lány is, Niki. Tudom, hogy ismerted. Annyira sajnálom. Csak évfolyam társam volt a gimiben. Nem beszéltünk sokat. Feszültem, várakoztam. Vajon kiderült a hírekből, hogy mivel foglalkozott? És vajon Anita összefüggésbe tudja elhozni a két balesetet? Egy azon napon két áldozat, akiket ismerhettem. A félelem, amely rajta ült, szinte megbénított. Azt hiszem, azt hiszem jobb, ha egy kicsit egyedül maradok, mondta Anita. Egy kis ideig, talán hazaköltözök a szüleimhez, vagy egy másik városban, nem tudom. Elengem van ebből a helyből. Megértem, mondtam. Remélem, minél előbb sikerül túljutnod a nehezén. És ha, ha valamiben segíthetek, nem, kedves vagy, de nem hiszem, hogy segíthetnél. Hosszan egymásra néztünk, mosolytalanul. Ezen a napon láttam őt utoljára. Nem kerestem, nem kérdeztem senkit, mi lehet vele. Azóta eltelt egy-két hónap. Még senki sem kopogtatott az ajtóban, hogy kérdőre vonjon, akár Anita volt fiúja, akár Nikolett és Imre haláláért. Nem tudom, hogy szerencsésnek kellene éreznem magam vagy sem. Mintha minden nap várnék a büntetésemre. Az életem viszont megy tovább, nagyjából a megszokott kerékvágásban. Időnként utazgatok az országban, talán azért, hogy megváltást találjak. Talán azért, hogy büntetést. Nem is tudom. Egy biztos csak. Sem a fekete mécsesek bizar szentélyét, sem az ismeretlen balatoni kisvárost nem sikerült újra megtalálnom.